Van egy pár különleges radír, az első, ami világít. Világító teknős békás, szintén világító halas, és műanyag kerekeken guruló radír is feltűnt Békely Judit szerda délelőtt Békés Csabán bemutatott gyűjteményében. A nagypapám fiókjával kerültek elő ezek a régi radírok. Természetesen akadtak már-már antiknak számító darabok is. A közel 2700 radírból álló, a világ számos országából származó készlet minden esetre azt mutatta, igen sokféle lehet egy egyszerű radírgumi. Általános iskolában ezek a fajta radírjai voltak. A szegedi angol tanárnő gyerekkora óta teszi félre ezeket a tárgyakat. Az egyszerű hobbinak induló tevékenység aztán igazi szenvedélyé vált, mely elmondása szerint az embereket is közelebb hozza egymáshoz. Jó érzéset tölt, hogy akárhova megyek, magamnak is örömet okozok ezzel, és mondom, hogy úgy másoknak okozok örömet, olyan formában, hogy vettem neked egy radírt, nagyon különleges, ugye ilyen még nincs, és hát sajnos sokszor le kell törnöm őket, hogy hát, ne arra, ugye, de van ilyen, de nem baj, majd elcserélem valakivel. Tehát azt vettem észre, hogy a környezetem is ilyen nagyon lelkesen kezdte gyűjteni a radírt, vagy venni a radírt. A kiállítás megnyitóján Sós Imre, a szervező Zerge Egyesület elnöke azt mondta, eltökélt abban, hogy különleges kiállításokkal emeljék a békéscsabai turisztikai főpályaudvar látogatottságát, egyben kiszolgálják nem csak a csabai, hanem a gyulai és más környékbeli települések érdeklődőinek igényeit. A célom az, hogy úgy legyen a köztudatban a békéscsabai turisztikai főpályaudvar, hogy itt minden nap történik valami nem mindennapi. Képletesen értjük. Nos, már ez az év szinte meg van töltve, mert egy olyan 3-4 hetes kiállítási ciklusokba gondolkodom. Ennyi idő alatt meg tudják nézni nem csak a helyiek, hanem a megyébe élők, vagy esetleg az ide látogatók is. A következő körülbelül október 5-e körül fog nyílni. Ez petróleum lámpa gyűjtemény lesz, ez a megyéből. És novemberben Szolnokról hoznak egy kiállítást, aminek a témája a gomb. Sós Imre azt mondta, egy-egy ilyen kiállítás kicsiben idegenforgalmat is jelent, az eddigi tapasztalatok pedig azt igazolják, hogy az itteni programokra nem csak a békéscsabaiak kíváncsiak. Békely Judit radírokból álló tárlata október elejéig látható.